Sziasztok, srácok, sírjuk, és ez a The Walking Dead negyedik epizódja. Végre a Thicker Than Water. Egy kicsit a mentésekkel mindig baszakodni kell, de megvan, tehát mind a három epizód megint megvan. Úgyhogy jöhet a negyedik, amit nagyon vártam, és most kitoljuk. Igen, máshogy van a kamera, más a kicsit a fények, mert más telefonnal világítok, más... Tehát van egy lámpa is, most úgy, meg más a kameraszög. Na mindegy! Gyorsan megnézzük azt, hogy a felirat be van-e kapcsolva, mert nem akarom elindítani, úgyhogy nincs, mert múltkor azt hiszem nem volt. Graphics... Nem. Hol van akkor? Audio, video... Medium. Ja, jó, akkor be van. Jó! Akkor nyomjuk neki! Úgy, de vártam már! Baszki, el nem tudom minni, hogy most jött ki a Season 3. Az már negyedik epizód, és van 5. Mindjárt befejezzük a játékot. Pedig még annyi kérdés van, az ötödik epizód nagyon basszú lehet. Gondolom ez az epizód még jó sok kérdés felvet, aztán az ötödikbe pedig mindent lezárnak. Previously on The Walking Dead. Elnézést, Clementine, nem szóltam. No! You monsters! Kurva élet. És elvileg AJ él. Meg akarom találni. Amúgy csináltok, hogy jobb a fény? Várj, egy pillanat. Nem. Így jobb, mert így a háttér is meg van világítva. Ez milyen kurva jó ötlet. Fucking Garcias. Ah, igen, itt van ez a köcsögrépa. You took my goddamn guts out. Bum! Azt hiszem kapott még egy ütést, ha jól emlékszem. Joe was in on it. Őt pedig lelőttem. Pedig egyébként azt mondják, hogy elvileg segített volna. Tehát... na mindegy, nem... Az a baj, nem merek benne megbízni. Tehát félek, hogy elárult volna később. Úgy-úgy. Headshot. Meg hosszabb az izé previously, mint a epizód. David told us to come here. He's talking to the others now. Trust me, shit's about to fly. Igen, ugye beszélt a többiekkel, mentünk segíteni, és a végén egy kurva nagy fordulat. I knew I could count on you, brother. They were our family, David. Elméletileg David csinálta, de az a baj, nem tudom. Tehát van benne igazság, mert lehet, hogy akkor David azért jött oda a raktárhoz, hogy tudja őket megbosszulni, hogy miért árulták el. Igen, és így lesz vége. Na nézzük, mi van, bazd meg, mert már remélem, ti is vártad egy picit ezt így. Így. Egy nagyon picivel, csak hogy legyen jobb. Legyen teljesen középen. Na. Na, töltsél már! Többet töltesz, mint az egész epizód. Na. Azaz. Igen, ez a döntéseden alapul. Visszaemlékezés. Ja, gondoltam. Ó, oh, GTA 1! Na azért... Ez Clem... Az David! David a nagy idős lóf, az Javier. Azt hiszem... Az meg David! Ez Javier és David. Két bro. Damn it. Strike one! I'm out of practice, that's all. Same here. I haven't held a bat since the league booted me. Well, kijöttem a formámból, azóta nem baseballoztam, hogy kidobott a csapat. Vagy csak a csapatban már nem játszom. Magamat nem hallom, kicsit lejjebb veszük. You doing okay? Jól vagy? I've been wrestling with something. Csak gondolkodom valamin. Hey! Hey man, you're Javier Garcia, right? Hey, te vagy Javier Garcia, ugye? A játékos. Kaphatok egy autogramot? Ha aláírnád a ütőmet, az nagyon király lenne. Bármit egy rajongóért. Köszönöm szépen. Ennyire híres baseballosok voltunk? Nem gondoltam volna. Kinek írjam? Akkor én már nem vagyok játékos, tehát bannó, vagy kitiltottak? Huh.
Hope you like it. Remélem tetszik. Yeah, I might get 10 bucks for this. Ezért talán 10 dollárt kapott. Bazeg, de egy köcsög. Legalább úgy mondta volna, hogy ne halljam. El akarja adni. Swing and miss. Crush it. Swing and miss. Swing and a miss. You don't have to start sucking because of me. Nem kell elkezdeni szívni csak azért, mert nekem nem megy. Yeah, you should try it. Tehát próbálok úgy játszani, hogy legyek én is béna, hogy érted, ne érezze magát annyira rosszul. Strike two. Ben, knock that shit off. I'm serious. You just talk, talk, talk. Csak beszélsz, beszélsz, beszélsz. Nyugi, David. Jeez, you gotta learn to relax, David. What do you suggest? Put some money on it? Mit javasolsz? You know I don't do that anymore. I still Fizessek. You actually wanted to come here. If I were in your situation, I'd avoid batting cages forever. Fizettünk a bírónak, vagy valami? Anyway. I needed the distraction. Valami csaltunk szerintem. Kráv, dobd! Úgyni! Things are looking up. Could you stop screwing around? Next time we go to the shooting range. Legközelebb a lövész bizbaszba megyünk. Fuck. You gotta shut up. Be kell fognod a pofádat. Figyelj jobban. Ne akard rám kenni. Jobban kell figyelni. You're about the last person who should be telling people about serious business. Te vagy az utolsó ember, akinek azt kellene mondani, hogy komoly tudsz. Well, let this superstar return the favor. Azt hiszem én mutattam meg neked, hogy kell ezt játszani. És akkor mondja David, hogy most megmutatja ő, hogy kell ezt. Thought I lost my touch. Oh please. I'm done. Kész vagyok. David egy nem túl ilyen chillinges csákó arcú. David, nőj fel. David, knock off the tantrum. Grow up. You just can't resist making your little digs, can you? Once again, it's Javi the star thinking he's better than me. Javi a sztár, azt hiszi, hogy jobb nálam. Ez meg fog változni. What's going on? Mi van? David, nem értem. I don't understand. You don't understand because you only think. Azért nem érted, mert csak magadra gondolsz. I'm sick of it. És ettől már belebetegszem. You've always been looking out for yourself. Önző fasz vagy. You tried to help me. Yeah, let me help you. You really want. Próbáltál nekem segíteni, most hadd segítsek én. Tényleg segíteni akarsz? Vigyél el a katonasághoz. Kate and I fight like cats and dogs. A munkám szar, Kate és én csak veszekszünk. Vissza kell mennem a katonasághoz. I had respect. Csináld, amit akarsz. Yeah, do what you need to do. The army could be good for you. Talán jó lesz. I was expecting more of an argument. Things between me and Kate have been going downhill for a while. Kate és én, tehát nincsenek jó volt, csak veszekednek. It seemed like that would be best for everyone. Ha elmegyek, talán az lesz a legjobb mindenkinek. This is the life I want. Not anymore. A gyerekek még túl fiatalok. You gotta be around the. You know, coach him on stuff. What the hell do you know about raising children, Javi? Mi a fasz tudsz te a gyerek nevelésről, Javi? Nem fogok hazudni. It's gonna be hard on everyone. Ha elmegyek, az mindenkinek nehéz lesz. Kétnek talán segítség kell. De te segíthetsz, nem? You won't leave her hanging? Te nem fogod őt otthagyni. I need to know that. Számíthatsz rám. I'll be there for them, since you won't. If you want to go, ha menni akarsz, akkor mehetsz. Thank you. Köszönöm. I really mean it. De tényleg. We good? Yeah. We good. Jók vagyunk? Igen. Let's get out of here. Menjünk. Buy your beer. Veszek neked egy sört. Jó. Szóval ez az állás. Érdekes volt, hogy végre volt Javitól is egy visszaemlékezés. Ó, bazd meg. Életben hagytalak téged az úton. Tehát ezt a csávót életben hagytuk. Megölte a izét, a feka csávót. Aki ugye azt mondta, hogy David volt minden mögött. Baszki. Szóval lelőttük, ó Istenem.
There's still a way through this, but you've got to. Azt csinálod, amit mond. You do anything she tells you to do, huh? Minden megcsinálsz, amit mond neked, nem? It's not like that. Ez nem így működik. Joannak nehéz munkája van. Minden segítség kell neki, hogy biztonságosan tartsuk ezt a helyet. Ki akartok szökni innen, mi? Csak nyugodjatok le és bízzatok a... Na, tehát csak várjatok, az a lényeg. Faszom. Ez rossz. Mit fogunk most csinálni? Megöltem Lonnie-t. Krisztusom. Jézusom. Hogy tehettem ezt? David, hey! Meg kell kérdeznem, hogy tényleg ő volt az. Ez mind az én hibám. Látnom kellett volna ezt. Big time. Joan lied. Joan hazudott. You couldn't have anticipated that. It was a sneak attack. Ez egy, I'm glad you see that. You may be the only one. Te vagy az egyetlen, aki így látja ezt. Making the same stupid mistakes. Ugyanazokat a hibákat csinálom. Szembe kell szállnunk ezzel. Face your problems. There's no army to run away to like you did years ago. Most már nincs katonaság, ahova elmenekülsz régen. Nem, ahova elmenekülhetsz, mint régen. Listen to me carefully. Hallgass engem. Nem érdekel, mi fog velem történni. Kateért és Gabe-ért aggódom. Túl kell élniük. Nem érdekel, mibe kerül. Biztonságban fogjuk tartani őket. Most biztonságban vannak, de ki kell hoznunk őket a városból. Ajjaj. Mindannyiunknak ki kell menni. Öleld meg a picsába, kell egy kis érzelem. Tényleg így amúgy a fülesen látjátok a celluxot. Remélem nem zavart ezeket. Ó, oh, Joan, te kurva! Nem félek tőled. Azért jöttem, hogy beszéljek, nem pedig harcolni. Nem hiszem, hogy probléma lesz, ugye? Csak egy nyugodt beszélgetést akarok. Közöttünk. Nálad vannak a fegyverek, úgyhogy te állítod fel a szabályokat. Örülök, hogy dolgozhatunk együtt. Szóval... Tudom, mi itt az igazi baj. És hallanod kell róla. Csak a vágj bele a közepébe. Pont azt csinálom. Az igazi veszély egy hosszú tél volt. Beszélned kellett volna erről. Emlékszem, mennyi barátunkat vesztettük el múlt évben. Nem akartam, hogy ez újra megtörténjen. Holnap reggel mindenki előtt el fogjuk mondani azt, hogy mit csináljatok. Mit csináltatok? Aztán lecserélik Davidet. Senki sincs a törvény felett. Még te se. Te egyébként tényleg ő törte meg. Hát Joan volt az, aki megszegte a törvényt. Nem kell őt lecserélnetek. Ha olyan jó lenne, mint mondja magát, akkor most nem lenne itt. Mindenki át fog látni hazugságaidon. Richmond emberei fogják tudni, hogy azért tettem, amit tettem, mert biztonságban akartam őket tartani. David, pár kérdést akarok feltenni neked. Privátban, tehát ketten. Aha, tehát engem itt hagynak, kurva szátok. Végre volt egy érzelgős, normális jelenet Dave-vel, és elviszik a névrokonomat, amúgy mindenhol van egy névrokonom. Escapism is van David, itt is van David. Mindenhol van egy David. Na, ó, végre ilyen szabad mászkálós cucc van. Na, nézzünk körül, itt még úgyse tudtam. Itt van egy szék. Az ajtó az szerintem nem nyitható. Annyira nem lesz ez egyszerű. Ó, itt egy szekrény, ezt nyissuk ki. Igen, ez még mindig az. Semmi hasznos nincs itt. Oké. Okay. Stand on, mindjárt megnézzük. Talán ott ki tudnék menni. Oké, okay, nézzünk, álljuk fel ide. Összeszakad a picsába.
Nem fogok oda feljutni erről a padról. Ja, tehát valahogy oda kéne feljutni. Egyelőre ez a taktik. Nézzünk körben. Igen, itt egy lámpa. Mi a pipe? Oh! A cső! Jó, majd egy pipe-unk. Jó, nézzünk itt hátul is körül. Aha! Shower. Minek kell ez? Well, that's about the kind of day I'm having. Eddig jól megy a nap. Na, jó, ezt a széket elvisszük, mindjárt összesik a kezembe. Hát tegyük le a izéhez, és igen. Úgy. Felállunk rá, össze fog szakadni a büdös picsába. Jó, nem? Q. Ezt nem hallotta meg senki! Azt hogy sikerült? Hát adj... Ó, Gib! Már mindenhol kerestelek. Hol van apád? Apám. Segíts engem! Segíts kihúzni ezeket. De én is nyomjam! Segítenél? Hát... Ez az! Beszarok! Sikerült! Kim vagyunk? Jó! Köszönöm, Gabe, egy kurva jó ember vagy. Az elején nagyon nem bírtam Gabe-et, de most már csipázom. Clementine-ékkal most mi is van? Várjál, őket elvitték biztos. De várjál, Gabe az elment a két? Akkor Gabe az tudja, hol vannak a többiek. Most gondolom, oda megyünk. What's all that noise? Mi ez a hang? It's a herd. Horda. A falakon kívül vannak. Van egy horda itt a falakon kívül, az fasza. Erre, gyere. De zsír. Innen kijutni nem lesz egyszerű a hordán át akkor. Kemény ez a Richmond, baszod. Nagyon ki akarok. Úgy be akartam jutni, de azt most meg úgy ki akarok venni. Hova viszel? Eleanor talált egy helyet. Azt mondta, hogy keresselek meg. Eleanor egy életmentő. Megmentette Kate-t, és sosem fogom elfelejteni. Nagyon féltem. Én is, haver. Én is. Mozognunk kéne. Nem hiszem el, hogy megtaláltál. Mindenhol megnéztem. Ha, szép munka. Köszönöm. Amúgy nélkül nem tudtam volna kijönni, tehát tényleg köszönöm. Apa jól lesz, ugye? Ezek mind az ő emberei. Ezen dolgozunk. Hogy megmondom az őszintét, nem nagyon állunk jól. Segítenünk kell neki. Először találkoznunk kell a többiekkel. Tiszta, gyerünk. Kate keeps pushing us to leave. You have to make her stay. We have to stay until Dad. Kate el akar menni innen. De meg kell győzni, hogy itt kell maradnunk. Igaza van amúgy. I think she's right. We have to get out of here before it's too late. No. This is important. This is important. Az a baj, hogy nem akarom Davidet itt hagyni, de David azt mondta, hogy mindenképpen Kate-et és Gabe-et helyezzen biztonságba. De ha ezt akarom, akkor itt kell hagynom Davidet. Tehát nem tudom, ha lesz megint egy döntés, hogy mehetek vagy nem, akkor megyünk. Nem érdekel, mi bekerül. Mennem kell. Everything's gone wrong here, hasn't it? Minden rosszul ment itt, ugye? You should be safe in this town. You shouldn't be a prisoner. Ez a hely el van baszva. This place is going to hell. We're gonna need to find somewhere to lay low and hope for the best. Találnunk kell egy helyet, ahol el lehetünk, és reménykedhetünk. That's Eleanor's place. We made it. Ide értünk, itt voltunk. Let's get in there.
Itt lesznek kint, tuti. Valaki itt lesz kint a kurva életbe. Azt a picsa, és ezt nem vették észre az összké. Nem az a két ember volt amúgy, aki Davidet elvitte? Ja nem. Mit csinálna? Lehet, hogy Davidet most viszik ki a nyilvánosság elé, amit mondott a Joanne? Ez nem lenne túl jó úgy, megmondom az őszintét. Teltél presents. Intro következik. Skybound Entertainment, yes. Még ját. Oh, The Walking Dead, A New Frontier. Oh, egyébként nagyon jó a harmadik évad, tehát mikor megtudtam, hogy Javierre leszek, nem pedig Clementine-nel, akkor nagyon úgy voltam vele, hogy lehet, hogy nem lesz ez jó. Meg ugye, hogy ismeretlen karakterek vannak, de én már megszerettem a harmadik. Tehát eddig én a negyedik epizód ez, és eddig nagyon-nagyon élvezem. Pedig Clementine az itt nem számít főszereplőnek, tehát itt ez Javier, Gabe, Javier Gabe 2, jó, hát meg mondjuk Clementine is főszereplő. De... azt a picsa. De régen láttunk már zombikat. A harmadik epizódban az... ja, de volt ott zombi. Volt. Art direction. Vagy direction. Mit csinálnak ezek? Valamit építenek, de... mi ez? Ketrec. Epizód, negyedik epizód Thicker Than Water. Nem tudom, mi az a Thicker. Fingom sincs. Mindjárt megnézem. Nem engedi megállítani egy pillanat. Na! Tömött, sűrű, vastag. Tehát szerintem sűrűbb, mint a víz. Valami ilyesmi lehet. Vagy vastagabb, mint a víz. Inkább sűrűbb. Nem hiszem, hogy én így érzek. Veszekedik Eleanor meg a Trip. Mert a Trip azt tudom, hogy szerelmes. Hiányozta. I missed you too. Nekem is hiányozta. Eva. I can't do this now. Hello. Hey. Holly Belly. Chip, look who's here. Hey, guys. Hey. Where have you been? Hol voltatok? Joan Bezzard. Joan threw me and David in jail. If you can believe it. Great. So you gave these people more reason to hate us. Több okot adtak az embereknek, hogy utáljanak. Mi történik itt Richmondban? Többet tudsz erről a helyről, mint mi. David veszélyben van. Save my brother. He's still in their custody. And I'm scared what they might do to him. Told you we couldn't trust him. You were right. I'm sorry about what. Megmondtam, hogy nem bízhatunk benne. Bennük. We still need to get out of here, Javi. El kell mennünk innen. We need a plan. Van szükségünk egy tervre. We almost got caught last time when we just made a run for it. Have you guys even looked out the window? Kinéztetek már az ablakon? Nézd meg magad. Ja, hát a zombik. Mennyire lehetnek sokan? Egy horda. Nem hiszem, hogy annyira vészes. Azt a kurva! Javi, even if you did get your brother free, you're not gonna be able to go anywhere. A tetőn! Look at that. We should have left when we had a chance. Igen, tényleg, hát mondjuk akkor is elkaptak volna, biztos. Itt ragadtunk. Legalább együtt vagyunk. Look, this isn't a glass half full situation.
It seems like we're in danger within this place and without. I, for one, would feel a whole lot safer with a few more guns to protect ourselves. Sokkal biztonságosabban érezném magamat fegyverekkel. That's crazy. Davidnek szüksége van ránk. Brother, Kate. I have to. Okay. We have to rescue David. Damn straight we do. And we might have to face those mortals. I know where there's guns. My dad showed me. There are lots. Tudom, hol vannak a fegyverek, a fater megmutatta. A small group should go. Egy kisebb csoport menjen a fegyverekért. Úgy látszik, mint egy terv. Visszajövünk, amint csak tudunk. Sok szerencsét. Kate, I... Just be careful. Csak legyetek óvatosak. Look, Javi, I don't know if you heard us, but I think I fucked it up. Nem tudom, hallottál-e, de azt hiszem, elbasztam Eleanorra. About that, I don't think I can leave this apartment with things like this between me and her. Nem hiszem, hogy el tudok menni, nem úgy, hogy így van köztünk. I know you must have at least heard something. You know what I mean? It's okay. I'm past feeling awkward about it. Just shouldn't have pushed it with her like I did. Nem kellett volna ennyire durvának lennem. Nem volt fair. Too much going on already, right? Már így is túl sok minden. Jó. Give us a minute, pal. Pillanat és megyek. I'm sorry, buddy. I don't know what to do. Nem tudom, mit kéne csinálnom. Adj neki időt. With all that's going on here, everybody's feeling overwhelmed. Try to wait for the right time. Maybe she'll come around. Uh-huh. Right. Okay. Good luck out there. I'll talk it over with Eleanor and watch over things here. You've got my word. I won't let anything happen. Nem hagyom, hogy bármi történjen bárkivel. Okay, akkor ők figyelnek, mi pedig megyünk a fegyverekért. Jó, kussolj már, Gabe! Nyugodjál már. Most komolyan, hát az Éva az nem tudom hány éves, de két tínédzserrel, gyerekkel megyek el fegyverekért. Jó, az Éva az egyébként jól harcol szerintem, mert ő Richmondi. Ez a tetőn miért nem mehetünk? Nézd meg! Simán! A pókemberbe! Valahogy biztos meg, hát a Lee, ugye a Season 1-be is a tetőn mentünk, mikor ott volt a horda. Hogy nem vette észre Gébet? Én komolyan nem értem. Looks like Bob's on duty. I'll distract him away from the door and meet you inside. Elterelem a figyelmét és bent találkozunk. Talán többen is vannak. Remember what I said about staying cool. I've done this before. Emlékszem, mit mondtam arról, hogy már ki maradj laza. Not really. Some decisions you make them in a split second and then have. Hol van Clementine? You understand? Ő nem volt ott, vagy de mi lett vele? Yeah, I think I do. Csak én vagyok hülye, aki nem emlékszik, hogy mi történt? How can we trust Ava that she won't turn us in? Hogy tudunk bízni Évában? Megbízhatunk benne? Megbízunk benne. Most megbízunk benne, és ez a fontos. How do you know when you can trust someone? Honnan tudod, hogy megbízhatsz valakiben? Other than you and Kate, Mariana, and what I remembered of my dad. What? That your way of telling me I gotta figure it out for myself? Magadnak kell kitalálnom. Jó, eltereli a figyelmét, gyerünk. I think we're up. She sure is a big help. Jó, nyomjuk meg. Jó, elmentek, mehetünk. Attól félek, benyitunk, azt ott vannak csomóan. Fegyvertárban mondjuk nem tudom, mennyien lehetnek. A vasérzékelő, a fémdetektor az nagyon rossz lesz, mert nem tudunk kivinni fegyvert.
It's down here. The guns are through that door. Ott vannak a fegyverek. Locked. No time to look for a key either. Have to do this the hard way. Bejött. Pedig én nem hittem benne, megmondom őszintén. Na, hol vannak a fegyók? Jó kis shotgun már kéne. Vagy pisztoly, pisztoly, és megelégszünk. Na jó. Csak pisztolyt. Semmi más nem kell. Meg egy shotgun. Baseball ütő. Nekem a macsité jobban kellene, de ez is megfelel. Oké, az is megfelelhet, de pisztoly elég lenne, az kicsi hordozható és egy golyó elég minden zombinak. Mondjuk az embereknek már lehet, hogy nagyobb tűzerő kell. Put these in your bag. Tedd ezeket a táskádba. Pisztoly, az kell sok. Mindenkinek kéne egy. We've never done this before. Még sosem csináltunk ilyet. Te is én. Elég jó csapat vagyunk, nem? Aha. Na, a gép kezd megkedvelni. Ez Éva. Jó. Megismertem. Bocs, hogy megijesztettelek. Ha visszamegyünk, meg kell beszélni, hogy hogy kéne csinálni. Találkozunk a bejáratnál. Vagy kijáratnál. Nem figyeltem. Nem kéne még több. Egy pisztoly, és ennyi. Amint oké, hogy más fegyvert is tettünk el, de pisztolyból több kéne szerintem. Come here. Az ki. Ne! Get away from me. Gab egy utolsó nagy gyökér faszkalap vagy. Visszavonom, hogy elkezdtelek megkedvelni. Egy kibaszott gyökér vagy, most miattad megszúrtak, köszönöm szépen Gab. Ez hiányzott már csak a napunkba. Tedd már ki a kés. Vérzel, hú. Köszönöm, Sherlock Holmes. Nem mondod, hogy én halok meg. Voltam már jobban. Bocsánat, hát az nem gyógyítja meg a sebeimet. Nem hagyhatok egyedül titeket 2 percre. Kiütöttem. Kezdem azt hinni, hogy veletek lenni nem a legjobb ötlet. Én megölném a picsába. Biztos nem hagynám életben. Hadd nézzem a sebedet. Eléggé vérzik. Shit. No, it's okay. Lingard and David are close friends. We can count on him to help you. Lingard, minek hát Eleanor majd ellát. Fasz, akkor így kell elmennünk. But let's be quick. Fasza. It's over a mile away. Not these, but some models. Javi, it's probably best if Lingard doesn't see these guns. Talán az lenne legjobb, hogyha Lingard nem látna a fegyvereket. Still part of Richmond's leadership council. I'll keep watch with Ava. Okay. Jó, tehát nem kéne, hogy lássa a fegyvereket. Do any of them have laser sights? Van laser fegyverük? Vagy ilyen laser célzó bizbaszuk? Clem? Javi, what happened to you? Ran into a little trouble. Wow, that looks like it must have hurt. I just need to get it cleaned up. You surprised me.
Megleptél. Azt hittem valaki más vagy. Azt hittem elmentél. Thought you'd be long gone by now. So did I. But I still need to talk about AJ with Lingard. De mi mindig beszélnem kell AJ-ről Lingarddal. Anyway. Akkor elment, nem emlékszem. Something tells me Lingard doesn't care what you're doing. Úgy hiszem, hogy Lingardot nem érdekli, mit csinálsz. He's alive. Él, hát hallom, horkol. That's gonna need more than just cleaning, Javi. I can stitch that for you. I can't promise it'll look great once it heals. Meg fogja oldani nekünk, Clem. Csináld. Alright. Go for it. But if I lose my arm, that's on you. Ha ha, you'll be fine. I've dealt with worse. Rosszabbal is volt már dolgom. Let me see if I find a needle and thread for that. Clem. Are you okay? Jól I'm vagy? Fine. Jól. I started bleeding. I know it's a thing. I've traveled with women before and they all had it. Elkezdtem vérezni. Tudom, hogy minden úristen. Why is it? I just don't understand. Oh, that. You'll get the hang of it. How? It's exactly like anything else. Ez olyan, mint bármi más. Like jaj, most muszáj egy ilyen témába belemennünk. Okay. I can take you back to Kate. She can help you with. Visszavihetlek Kate-hez, ő ebben talán tud segíteni. Worry about yourself right now. Magad miatt kéne most aggódnod. We need to find a needle and thread to stitch you up first. Oh, right. Ja, hát itt volt a medkit, nem? Dehogy nem. A távolról láttam, hogy ez az. Jackpot. Needle and thread. Nem ezt kellett volna először megnézni. Jó. Mit kell még? Cody. Not much left. It looks like painkillers are in high demand. I wouldn't steal any medicine if I were you. It really doesn't go over well. Nem lopnék bármilyen gyógyszert. Fasz, teheteszem. Well, these could come in handy. Penicillin. Penicillin. Not what I'm looking for. Nem ezt keresem. Azért elvittem volna. Jó. Here we go. És ez? Just pills. De vigyük el! Jó, igen, még valamit meg lehet nézni, hogy... Talk to. Beszélgess. Hey, this is just what you're looking for. Pont ezt keresed. They help you handle it. Segítenek kezelni. Úristen, ez a téma most miért kell? Két majd segít. Think I remember how to do this. Azt hiszem, emlékszem, hogy kell ezt csinálni. Jaj, mert a Season 2-ben a saját sebét kezelte. Okay. Vagyis hát kezeltem. Mert én irányítottam. Próbálj meg nem lélegezni. Thank you for, you know, all that. Köszönök mindent. I know I'm not the best person for this. Tudom, hogy nem én vagyok erre a legjobb ember. Talk to Mariana, and I'd just be there for... Reméltem, hogy Kate majd mindig intézi Mariannát, és én csak segítségnek vagyok. Segítségnek vagyok ott. Basically, all this means is you could become a mom, if you wanted. Ez azt jelenti, hogy... Funny. I already felt like a mom. Hogy lehetnél anyuka. Vicces, már érezte úgy magam, mint egy anya. A natural born mother. Kenny azt mondta, hogy én egy anyának születtem. Nem akarok Kenny flashbacket. It's a butterfly. Goofball, want another? Itt egy vékony hangja van. Bármi vékonyabb. Jó, hogy nincs itt Kenny. Kutyus. Ezt én is tudom amúgy. Ezt az egyet... Ne, Kenny! Always used to do that one for Duck. Én is ilyet csináltam Ducknak. Nagyon durvá rögött.
Oh, shit. Hey, grab the lighter out the duffel, will you? Hozz ide a gyújtót. Picsába már, szegény Kenny. De olyan csúnya lett, mert nem azért, de most hogy lehetett így elkúrni a kinézetét? Just a second, goofball. Egy pillanat. Voilà. Voilà. Hey, get away from him! Persze, nem is lett volna más. Csinálj már valamit ott a kővel! Kavics! Életmentő kavics! Boom! Ezt neked, te köcsög! Boom! Kavics mindenek felett. Is he okay? Jól van? Still not bitten, little guy. Még mindig nem haragtak meg, kisrác. You know, first time I saw you holding AJ, just... Amikor megláttam, hogy amikor először láttam, hogy fogod AJ-t, annyira természetesnek tűnt. Valahol ott fent az anyja néz téged. És büszke erre. Hogy mindig őt teszed előnybe. Biztonságban fogom tartani. Te vagy az egyetlen anyukája, aki van. Baszki, Kenny, a kedvenc karakterem volt. Védelmezett, szereted, foglalkozol vele. Ezt kell tenni egy jó szülőnek. Az a féle szeretet. Ez a legjobb dolog. Ezt éreztem Lee-vel. Yeah, he was a good man. Ő egy jó ember volt. Na, még több karaktert hozzunk már fel, akik túl érzékenyülök, mert bírtam őket. Kids as sick of the cold as I am. Beteg a hidegtől, pont ahogy én. It's no use surviving out here, hoping that Wellington will take us in someday. Nem hiszem, hogy nagy esélyünk van túlélni így, hogy reménykedünk, hogy Wellington egyszer bevisz minket. Maybe even a little friend for this goofball. Talán Floridában találnánk valakiket. Még ennek a kis srácnak is. Használt önnénk egy kis társaságnak. Minden jó ember meghalt. Ha nincsenek, akkor azért, mert folyamatosan elvesztjük őket. Mint Saritát. That day, outside house, you were just trying to save her life. Csak meg akartad menteni az életét. I never thanked you for that. Sosem köszöntem meg ezt neked. You're welcome. Szívesen. Life doesn't mean much without people you can relate to. Az élet nem sokat ér olyan emberek nélkül, akikben akikre támaszkodhatsz. Family is what you make it. Sarita azt mondta, hogy a család a legfontosabb. Igaza volt. I'm sorry for all this sappy shit. Sajnálom ezt a sok. Leépál meg a picsába, hogy most látjuk szerintem utoljára. Az mi volt? All right. Rendben. Ebből elég, Kenny. How about this one, little man? Szarvas. De milyen jól nyomja már, amúgy figyelitek? Ameddig meg vagyunk egymásnak, addig jól leszünk. Hát... Se AJ, se Kenny nincs már meg. Mármint AJ az még legalább él. Egy hónappal később. Milyen? Jaj, itt már nem él. És itt már izé AJ sincsen. Visszajöttünk ide, ahol a Évával találkoztunk.
Mi volt az? Ki van ott? Who's there? Éva! Alright. It's just me. Csak én vagyok az. What the hell do you want? Mi a francot akarsz? I'm really glad I found you. Nagyon örülök, hogy megtaláltalak. Clementine, tudom, hogy ez nehéz. I'm so sorry. Annyira sajnálom, ami történt AJ-jel. Really? Tényleg. Szüksége van rám. Vissza kell adnod AJ-t, kérlek. Szüksége van rám. És nekem is rá. Ez nem fog megtörténni, Clem. Figyelj, ez nem sok, de tessék. Na, azért valamit adtak. Konzerv. Meg ott ez nem tudom, AJ rajza. Ó. David wanted you to have that. David azt mondta, hogy ez legyen nálad. Köszönöm. This. Thank you. You're welcome. Consider it a peace offering. Elfogadod békítő ajándéknak? Foglalkozunk veled. Csak emlékezz rá, hogyha rosszul is érzed magad, akkor az emberek még mindig próbálhatnak segíteni. Itt kint veszélyes, és... Mindig tervez előre. Sose állj meg. Nem jut sokáig, hogyha nem tudod, mit csinálsz. Egyedül folytatom, mint ahogy mindig. Nincs szükségem másra. Nekem elég nehéz volt olyan embereket találni, akikben bízhatok, és ők is bennem. A New Frontier a legrosszabb időkben is hajtott előre. Meg fogod találni a sajátodat. Tudom. Valakit vagy valami. Lee ott volt. Még sose említetted. Ő gondoskodott rólam egy ideig. Mindig, mikor ránézek AJ-re, őt hallom a fejembe. Segít nekem, és... Még mindig ott van, a szívedbe. Mint ahogy AJ is. Mikor először találkoztunk itt, körülvéve a pokollal, te és AJ egy fény voltatok a sötétségben. Egy jobb világ reménye. Ezek vagytok ti, akik sose veszítik el a fényt. Ez tesz téged különlegessé. Ez tart minket lépésbe. Megígérem. Kemény gyerek vagy, ne változz meg. Vissza kéne mennem, mielőtt bárki észrevenni, hogy elmentem. Tudom, hogy azt mondtad, egyedül leszel, de hogyha talál... Éva most mondja, hogy Prescottba menjen el Clem, mert ott vannak emberek. Ajha! Aztán pedig... Fogjunk felekezet? Hát nem Éva hibája amúgy, tehát nem ő tehet róla. Tehát az egész ez nem az ő hibája. Ő nem tehet róla. Tehát most tök felesleges rádiósnak lenni.
There's things I have to stay alive to do. Vannak dolgok, amik miatt életben kell maradnom. So, what do you think? Mit gondolsz? Think I'm getting better. Tartozom neked egyen. I owe you one. Add it to the pile. Ment a többihez. You coming? Yes. Azt most megrajtam, sincs a izé. Ja nem, csak a... Ja jó, nem szóltam. Hello, Clementine. Javier. Thought you were rotten. Azt hittem, hogy ott rohadsz egy cellában Daviddel. Any chance he got out too? Ő is kijutott, van rá esély. Utálok arra gondolni, hogy Joan mit csinálhatott vele. She's a cruel bitch. Joan took him before I got out. Joan elvitte, mielőtt elmentem. That poor bastard. Az a szegény szerencsétlen. Nem fog kijutni. He's not getting out. Guess there's only one sure way to get away. Csak egyetlen egy biztos út van Joan elől. Why do you care if David got out? Miért érdeklődsz a felől, hogy David kijutott-e? Megérdemli azt, ami jön. Ha ezt gondolod, akkor nem ismered őt. Azt tudom, hogy miatta kapták el AJ-t. Mikor AJ-t észrevették, David volt, aki kiállt érte. Ő vállalt felelősséget érte. David az oka annak, hogy a gyerek jobban van most, mint valaha. Lehet most dühös, de attól még jól alakultak a dolgok. David jó apa volt. David's been good for AJ. Among others. That's not fair. David can be a good father. Maybe to his own kids. That doesn't mean I trust him with AJ. You should. David Garcia. David Garcia egy jó ember. He's a good man. Yeah, I'm sure he'd agree with you. Sorry. Szerintem ő is egyet értene veled. Bocs, hogyha én nem. If David's taken such good care of him. Ha David jól gondoskodik róla, akkor miért téged kell megkérdeznie, hogy hol van AJ? Tehát erről szól. Tudni akarod, hogy hol van a srác? What do you want? Mit akarsz? Meg akarok halni. Jó, de előtte mondd el. Azt akarom, hogy ezt szúrd belém. Ne add fel. Hang in there. Tomorrow's another day. Holnap új nap véred. Okay. Nem bírom ki. When your brother found me. Mikor a testvéred megtalált, akkor... He got me to care about everything I'd given up on. My life. Other people. A testvéred megértette velem, hogy mindenkiről gondoskodnom kell és foglalkoznom. Minden az emberekről, erről a helyről. Nélküle nem akar. Tehát nélküle már véghalott lennék, mert nem érdekelne. Csak mondd meg, hol van. Akkor nem lesz semmi okod, hogy megtedd. Nem, én is adom be neki addig, ameddig nem mondja meg. Nem, addig nem. Javi, I have to know. Tudnom kell, nem. Ez egyértelmű volt. Ó, de most magába szúrja. Leállt a facecam, bocsánat. Bocs, Clem, de nem. If you won't, I will. Clem, stop. He's not in his right mind. You can't do this. Let go of me. I'm taking the deal. We'll find AJ, just not this way. There is no other way. Where is... You can consider the deal. Oh. Beadta magának. No! Javi! How could you? Hát de, nem akartam megölni. So be it. It's your funeral. Especially now. Azt hittem, hogyha beadom neki, akkor meghal és nem mondja el. Hogy lehet újraindítani? Nem akarom, hát nem ezt a döntést akartam.
Nem lehet. Nem érdekel, visszahozom. Ezt úgy utálom, mikor nem azt a döntést hozom meg, amit terveztem. Tehát tényleg ilyet még sose csináltam, de nem azt a döntést akartam meghozni. A Season 1-ben is ugyanígy jártam, amikor a Kenny oldalára akartam állni, és véletlenül a Kenny ellen fordultam. Continue. Remélem, hogy a mentés még azelőtt van. És gyorsan megint megcsinálom odáig. Innen! Ne bosszálnál fel! Na! Elhoztam megint ide. Tudom, hogy nem lehetne visszahozni, de én nem ezt a döntést akartam. Tehát én Clementine-nak akarok segíteni. Well, where is he? He's at the McCarroll Ranch, a few miles west of here. He's really alive. Akkor tényleg él. Jó, elmondta, hol van. Tehát tényleg, bocsi srácok, de én azt akartam, hogy mondja el, hogy Clementine-nak segítsek, tehát... Don't forget to stick around to handle the afterpot. I don't want to become one of those monsters. Majd intézzetek el engem, nem akarok én is olyan szörnyeteg lenni. John's looking for you. John keres titeket, és a barátaitokat. You better hope she doesn't. Reménykedjetek, hogy nem talál meg. I've got it. Meghalt. Szúrt fejbe. Finally. Na, menjünk AJ-ért. Még ebben az epizódban akarok találkozni vele. Hi, Clementine. Surprised to see you here. Yeah. Right back at you. You all good? Jól vagytok? We're all set. Igen, készen állunk. Menjünk. Good to see you. Jó téged látni. Clementine az ilyen tipikus ilyen. Fejet vágott. Jaj. Nyomjuk. Harvey, you're back. And Clementine. Thanks for the warm welcome. Just surprised to see you is all. Meglepődtem, hogy hogy visszajöttél. You okay? Jól vagy? It looks worse. Igen, rosszabbul néz ki, mint amilyen. Ne aggódj. Kate's lying down in the other room for a bit. Kate ledölt egy kicsit a másik szobában. So you got the guns, huh? Megvannak a fegyverek, igen. One for you and one for you. I saved this one for you. No, I've already got one. Ezt neked hoztam el, és akkor mondja Clementine, hogy nekem már úgy is van egy. Wouldn't hurt to have another. De mondjuk nem lehet rossz, ha van még egy. Thanks. Kösz. What took you so long? Mi tartott eddig? To see Dr. Lingard. Elmentünk Dr. Lingardhoz. I'm kind of surprised he was sober. It's gotta be a stressful job. Meghalt. Looking after an entire community? Actually, Lingard's dead. Oh my god. He asked me to help him end it. So megkért, hogy segítsek neki. Szóval segítettem meghalni. I had no idea things had gotten. Nem hittem, hogy ilyen rosszul megy neki. He was done with all this. Kész volt már ettől. Why don't you go talk to Kate? Okay? Beszélj Kate-tel, okay? Okay. The sun will be rising in a few hours. Jones people know we're holed up here and they're going to come looking for us. Mindjárt jön fel a nap és Joan emberei fogják tudni, hogy hol vagyunk. It's not as bad as we think. Fucking figures. And there's no going anywhere with this. Mindenki izé, hogy Joan ma jön és így a háttérbe megszólalva, hogy kibaszott idióta. Nem adhatjuk föl. Hey, we can do this. Yeah. Megcsináljuk. We've gotten out of tougher jams before, haven't we? I mean, sure. But this is different. We can't just cut and run. Not with the herd out there. Like it or not, we're fucking stuck in Richmond. Now how the fuck are we going to Richmond, akár tetszik, akár nem. Joan and her people are going to be at the square, right? Joan és az emberi ott lesznek a főtéren, mert ugye a David apja, vagy a Davidet akarják majd megbaszatni.
megkínozni, vagy mit csinálnak vele. Na, hogy csináljuk? Joan will probably have a full security detail. Kinyírjuk a picsába. From us and from anybody in Richmond who doesn't agree with us. Lelőjük. We move in fast, guns blazing, and we take her out. Couple of bullets, problem solved. Lelőjük, probléma megoldva. We're gonna need some way out of this mess. Ha lelőjük Joant, utána ki kell jutnunk valahogyan. I'm not much of a runner. Nem vagyok jó futó. Van egy nagy teherautónk. Azt használhatnánk. Way better than nothing. Jobb, mint semmi. People are gonna be patrolling these streets looking for us. How far away is this truck? Hol van a... Mennyire van messze innen az a teherautó? We've been expanding, pushing out further, making the safe zone even bigger. Can't promise you they've cleared all the walkers yet, but that's where the truck's parked. Szóval ott a hídon? I could spit and hit it. We steal that thing, nothing will be able to stop us. Ha ellopjuk, akkor többé nem állít meg senki. Hey! Jesus, Javi, is that blood on your shirt? Nem, ketchup. Wasn't that bad. Az nem bér, az ketchup. How the hell did this happen? Hogy történt? Oh, you're bleeding right through that bandage. Nem akarom Gabe-et beégetni. De igen! It was Gabe's fault. Why don't you ask him what happened out there? I was just doing what had to be done. I'm the one who tells you what to do, not the other way around. We got it stitched up. It's fine. Thought you knew what you were doing. You're still alive, aren't you? Azt hiszem, tudod, mit csinálsz még én. Szóval muszáj volt elmondanom, mert tudják már, hogy amúgy Gabe mekkora köcsök. Tudod, ez a legnagyobb bégés, a Clementine előtt mondtam el neki, meg a két előtt, hogy mekkora egy fasz. Megtörtént, mennünk kell. Csak biztosnak akarok menni, hogy jól van. Amiről beszélnünk kell, az a terv. Annyi ötletem van. Én vagyok az, aki apa után akar menni. Nem! Kussolj már, Gabe! Let the grown-ups come up with a plan, okay, Gabe? Cause yours is gonna be so much better than mine. Már te ötleted annyival jobb lesz, mint az enyém, mi? Mindegy. Are you fucking kidding me? Ő még nem is jöhet el. Gabe, nem fogok hátra maradni. He's my dad. I'm going. No, visszavonok mindent, amit Gabriel mondtam. Ő egy csekk fej, hát nem érti meg, hogy nem. Hagyja már engem. Ha megmentjük apát, akkor megéri. This is more important to me than anyone else. I've got a gun, and I know how to use it. You're out of control, Gabe. First the shit at the armory, now this? Mindig azt csinálod, amit a fegyveres szobánál is magától nyomok mindent. Nézd, minden, amit magától csináltam, hogyha baj lett, tehát én nem akarom őt engem. Life is precious? Then how come you shot Conrad, huh? Hogy lőtted le? Bozd meg, elmondtál neki, hogy lelőttem Cordedet. Killing him would be easier. You little fucking asshole! You don't scare me. You shot him. You killed him. Lelőtted, megölted. Fuck, Javi? Az igaz, azt mondja. You murdered my friend? Megölted a barátomat? Fuck, did you do that? Kinyírom, bozd meg. You looked me in the eyes, man. You let me think the walkers. Megölte volna őket. He had a gun on them. If I hadn't killed him, he was gonna shoot Clementine and. Megölte volna Clementine-t és Gabe-et. Az igazat mondja. Ha mikor Conrad rájött, hogy a New Frontier-nél vagyok, akkor megőrült. No question. Fegyvert húzott, kérdés nélkül. Nem fogjuk megtudni soha, mert nincs itt, hogy elmondja. Looks like you're a pretty fucking dangerous person to be around, Abby. First you kill my friend. Megölted a barátomat. Aztán Joan, nem. I think you need to give us some space, Javi. Fuck that. I don't want to see you ever again. Nem akarok többet látni. Faszom az Gabe. At least I know she wants to stab me in the back. Talán Joannál jobban jártam volna, legalább nem szúr hátba. Stay gone, or I can't be held accountable. You feel me? We can take care of ourselves. Menj a pokolba. You'll probably kill us too. Fuck off. All of you. If you don't think I fucking agonized about it, then you can all go to hell. We better go get that truck. I'll get my stuff. Then call you on the walkie when I see things getting started in the square. Jó, tehát menjünk el a kocsihoz, és akkor Éva pedig majd hív, hogyha elindul a cucc ott a főtéren. Faszomat, Gabe! Most miatt egy Eleanor meg Tripp elmegy? Egy doki, meg egy kurva jó emberke most elveszett a köcsög Gabe miatt. Idióta.
tényleg megölöm, ha ott lesz lehetőség, én nem fogom őt megmenteni. Hagyjam, hogy megöljék. Köcsög. Farok répa. Itt beleverném a fejét a kerítésbe. Mert az egy dolog, hogy én engem megszúrtak, jó, de most két embert elvesztettünk. Segíts a teherautóval. Ti itt hátul maradtok. Álljatok készen bármire. Most genyózol velem, mert elmondtam mindenkinek, mit csináltál. Na, hogy lehet megpofozni? Sőt, hogy lehet meglőni? You proved your fucking point already, Gabe. Nőj fel. It's time to grow up and help us. Itt az idő, hogy nőj fel és segíts. Come on. Hey, Gabe, gyerünk. I need you to watch my back on this one. Segítened kell hátulról. Oké. Nyomod, Clementine, de is roncs már el azt, hogy le akarom szídni végre egyszer. What? Nothing. Gabe and I will be fine back here. Gabe és én el leszünk itt hátul. Jó. Na, megyek vissza, megpofozom Gabe-et. Akkor nem. Na. Járkáló, Gabe, ahogy lehet megpofozni? Talk to. Beszélek veled, rohadjál meg. What do you want, Javi? Mit akarsz? Mi a bajod van? Your attitude back in the apartment and out here. You don't have to say anything. I get it. I screwed up. I shouldn't have said anything about Connor. Nem akart, nem kellett volna mondanom bármit is. I was sick of being pushed aside. Csak meguntam, hogy mindig odébb löknek. You can trust me. Remélem, hogy megint meg tudsz bízni bennem. Nem! We'll be fine. Utólag kérhetsz bocsánatot attól, még két embert elbuktunk, úgyhogy közi Gabe! Csapatjátékos vagy. Köcsög. Na, menjünk. Klem. Na, igen, mit akarunk? Na, itt van. Ez kell nekem. Ez kell nekem. Intézködj. There it is. Let's go. Mehetünk. Oké. Tuti van benn valaki. Mármint zombi. Vagy lehet Joan lesz itt, passzus, vagy nem tudom, David. Valaki. Mik az esélyeink? 50-50. Smartass. Köcsögök. Miért vagytok itt? Aja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 j
Ja, hogy itt sokan vannak. Can't start the engine, not without attracting a lot of attention. Kate, you steer. The rest of us are gonna get behind the truck and push. See if we can't get some distance. Szóval Gabe az őrködik, és mi meglökjük az autót. Vagy te toljuk. Ki kell tolni. Ready? Kész? Ja nem, hogy a két. Ja nem gép, hanem két, félre hallottam. Mert ezt viszont nem olvastam. Szerintem még kijebb kellene amúgy tolni. Turns out you needed me after all, huh? I'm just saying, I know you didn't want me to come along. If I'd stayed behind, maybe we wouldn't have been able to get the truck. Csak told a kocsit. The damn truck. All right. What do you think I'm doing? I'm doing all right. Mit csinálok? You're the one trying to have a conversation here. Én csinálok mindent, te vagy az, aki dumálni akar. That's more like it. Meg fogják harapni valamelyikünket, annyira érzem, valahol hallottam egy zombit. Még lehet, hogy az a távolban volt. Talán innen már nem hallják a motort. Couldn't find an ignition key in there. Guess you'll have to hotwire it. Try not to shock yourself. Próbálj meg nem megrázni magadat. Shit. I'll need something to strip the wires.
They left all their supplies lying around. Bet there'll be some tools out there somewhere. Szóval a cuccaik ott vannak a földön, és onnan talán el tudunk lopni valamit. Ami segített. Mert be kell pöcíteni a motort. Ilyen GTA style-ba, szóval hogy lehajolsz, és mindig ott baszokodnak valamit. Na, azt akarjuk csinálni mi is. Na, yeah. Told neki. Inkább ez a... Annyira éreztem, hogy nem lesz zökkenőmentes hallott, hogy... Na. Almost there. Keep an eye out while I get it started, okay? I'll check on the guys in the office. Clem and I will look out for walkers. Clem és én majd nézzük a járkálókat. Here goes. Jó, nyomjuk. Mondjuk én nem a kalapácsot akartam, de mindegy. Wire cutter should help with this. Battery ignition starter. Starter. Ja, mindegyiket el kell. Gotta connect the battery to the ignition. Battery to ignition. Jó. Battery to ignition. Jó. Szóval a Don't get electrocuted. Don't get electrocuted. Shit. Jó, kezdjük a... Nem lehet, hogy nem biztos a legjobb ötlet a fény volt amúgy. Így utólag belegondolva. Mindegy. Most már sokat... Jó, pöccsítsd már be a kocsit, bazd meg. Oh, shit. Ezt viszont meg fogják hallani. Gyerünk idő. Kú! Beindult a kocsi. Szopjatok lovardát. Szálljunk be! Gyerünk, szállj már be, ne nézelődjél! Klemöltet, csukd be az ajtót! Go! Nem hiszem el, hogy ez sikerült! Öcsém! The square is a couple of blocks away. This is a good place to wait. Jó, itt hagyjuk az autót, oké. Okay. Do we have enough gas? Van elég benzinünk? Nem fogom újra kikapcsolni az engine-t. We wait for Ava to call us on the walkie. Várunk Ava-ra, hogy hívjon fel a walkie-talkie. Nothing for us to do, but sit and watch the sun come up. Nézzük az a napot, ahogy feljön. I've got something important to do. I'm teaching you to play euchre. That's not a real thing. Megtanítanak játszani valami kártyát. Nem tudom, euchre, az nem tudom milyen. It's nice to be driving around with a couple kids in the back seat again. Jó érzés megint úgy vezetni kocsit, hogy a hátul gyerekek ülnek. Just you and me and Gabe. Azok jó idők voltak. You're right. This is nice. If I just close my eyes, we're right back where we were. All of us. Becsukom a szememet, akkor megint úgy érzem, mint hogyha ott lettünk volna, amikor régen kocsisztunk, ugye? Még a Marianával, vagy hogy hívjákkal. Gotcha. Come on. That's not even a good rule. Ez nem egy jó szabály. Attól még nyertem? Guess he stopped playing it cool with her. In case you haven't noticed, Gabe's got a little crush on Clementine. Gabe-nek kicsit tetszik Clementine. Na ne, boss! Light likes her. You get it? As long as it doesn't go anywhere. Come on. You're saying you don't think they're adorable together. Nem aranyosak együtt. Clem's got... Clemnek történelme van. We've all got history, Javi. Every single one of us. Mindegyikünknek van. It's so normal, you know? Like, as crazy as things get,
as terrible and tragic. Akármennyire is őrült, meg tragikus lesz ez az egész. Semmi más nem szebb, mint kettő gyereket látni, hogy egymásba szeretnek. Az egymásba szeretés a könnyebbik rész. The falling in love is the easy part. It's the staying in love part that'll really mess you up. A szeretetben maradása nehéz. That's all I'm saying. Ez nem fair, csak ezt mondom. What they're feeling right now, and when that sun gets a little higher, it's right back to the fight. De nem tudok. I just wish he could have had a childhood, you know. Csak azt szeretném, hogy legalább gyerekkora legyen. Him and Mari. Minden megcsinált, mindent megtettél, amit tudta. Hát igen, ezzel sokat nem tudsz csinálni. As long as you possibly could, it counts for a lot. I hope you know, Javi. Remélem, hogy tudod, Javi. Az, hogy itt vagy mellettem, végig. That's what made the difference. Ez az, ami meghozta a különbséget. You're so sure of what you're doing all this for. Magabiztos vagy mindenben, amit csinálsz. Nem futsz el. You could have. Pedig elfutottál volna. De nem tetted. Szükségük van rám az embereknek, például Gabe-nek, hogy valakire felnézzenek, aki mindig itt van. Értem. There's no graceful way to say this, so I'm just gonna say it. I know we've had moments. Tudom, hogy voltak pillanataink neked is nekem. And there are always. És mindig nagyon forróak voltak és kicsit érdekesek. És maybe some of them haven't meant anything at all. Talán valamennyi nem is jelentett semmit. De akármi is történik, mielőtt holnap lesz, tudnod kell. Akármi is ez köztünk, akarok neki adni egy esélyt. És tudom, hogy David visszatért. És ez komplikáltabbá teszi az egész dolgot, de te is így érzel? Az a baj, hogy arra is kell gondolni, hogy David. No pressure or anything, all right? Maybe I should have stayed. Legyünk vele együtt, az jobb. Let's go for it. We gotta try, right? Oh my God, really? Tényleg? Igen. So are we gonna? Szóval együtt leszünk. Okay. Okay. Yeah. Shit. Tényleg ezt csináljuk? We're doing this. You do realize we're gonna have to have a weird conversation with David, right? Ugye tudod, hogy Daviddel egy eléggé érdekes beszélgetésünk lesz. Reméljük, hogy tudja kezelni. I hope he can handle it. I know he's good under pressure, but this is different. Yeah. Here's hoping he doesn't completely flip out. Considering we're about to save his life, maybe he'll cut us a break. Javi, it's an execution over here. She's planning to hang David in front of the whole crowd. Fel akarja lógatni, vagy fel akarja akasztani az a hang, nem? Tehát most kéne oda mennünk. Oda megyünk, most. Szerintem ez már nem lesz benne amúgy az epizódban. Vagy ha igen, akkor ez kurva hosszú epizód lesz. Mióta mehet? Nem tudom. Mert én nem látom, mióta megy a videó. Én itt fogok várni. Tartsd magad mellett a walkie-talkit, majd értesítünk, hogy megvan David. Bocsát, elsítottam, mert fájas vagyok. Semmi más Évától. És úgy néz ki, hogy van ott egy közönség is. Úgy néz ki, Évát elkapta valaki, vagy valami. Ha tudnám, mibe mászunk most bele. Like, is the whole plan shot? Az egész terv megvan? Aggódom Éva miatt. I'm getting a little worried about Eva. Something must have gone wrong. Valaminek biztos rosszul kellett történnie. Must have happened. Valami biztos történt. We're not gonna know what went wrong until we actually do this thing. Nem fogunk rájönni, ameddig meg nem csináljuk. Szóval csináljuk. You ready? Készen álltok? Ready as I'm gonna be. Glad to hear it. Igen. Örülök, hogy hallom. Na, nyomjuk tovább. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én nem akarok itt lenni ma.
Richmond emberei megérdemlik, hogy biztonságban legyenek. David Garciának bűnhődnie kell azért, amit tett. Nem várhatunk a többiekre, ugye? Évek óta... Richmond egy dolgot tart fontosnak, hogy nagyon erős legyen a közösség. David Garcia mindannyiunkat bajba sodort. Mindannyiótoknak hazudik. I'm sorry to have to show you this. Truly, I am. But you all need to see. Just look what he's done. Csak nézzétek meg, mit csinált. Nem is igaz. These men in cold blood. De... I saw him murder Lonnie with my own eyes. Én öltem meg Lingardot, én öltem meg a... akinek zsákban van a feje, én lőttem fejbe azt a hobó sapkás csákót. Egyedül a Lonnie-t lőtte le ő. Mármint elvileg. Meg fogja ölni. Nem. Maradj laza. Joan okos, de mi okosabbak vagyunk. Csak óvatosnak kell lennünk. Nem szúrhatjuk ezt. I heard you were planning to crash our little party. Why didn't you come on up here? Show me. Miért nem jössz fel ide? Mutasd meg az arcod mindenkinek. I'm sure these people would like to hear what you have to say. Boldogan. Been waiting for this all day. Napok óta ezt várom. Try not to disappoint you. We both know you killed Dr. Lingard. Igen, én öltem meg Dr. Lingardot. Miért, Havi? Miért csináltad ezt velünk? Nem vagyok büszke rá. Voltak okaim, de... amiket nem akarsz megosztani? Lingard beteg volt. Megölt, megkért minket. Szerinted egy boldog ember így halt volna meg? Kár, hogy megölted azt az egyetlen egy embert, aki ezt igazolhatta volna. Nagyon érdekes beszélgetésben volt részem Eleanor barátoddal. Eleanor elárult minket. Add to your total. Gabe, gratulálok, a faterod meg fog halni, és ez csak a te hibád. Jó, én kúszolok, nem szólok meg, ezek közül egyik se volt jó. Here in Richmond, people who put themselves before the group don't last long. Bring them out. Get away from me. You're making a mistake. Ava! Oh no. They had them this whole time. David wanted to tear this whole place down. David ezt az egész helyet le akarta rombolni. And sure enough, they picked us clean. You really thought you could ride into town? David elküldte az embereit keresni ellátmányokat, de az a baj, hogy de most Trippet is meg akarják, Trippet öljék meg, mert egy seggfej. De azért velünk jöhetne, inkább az jobban tetszik. Ó, valamelyik őket meg tudom menteni. Az a baj, fogadjunk, az lesz, hogy amelyiket mondom, a másikat fogja megölni. Nem figyeltem. Hagyd abba a játszadozást. Is this the kind of leadership you've got in store for Richmond? Torture. Ez az a vezetésmód, amit választottál, hogy kínzol embereket? Ez nem csak egy játék, Havi. Itt az idő, hogy megtanuld végre. Joan, biztos vagy ebben? Ez csak Havin múlik. Minden szem rajtad van. Tudja az lesz, hogyha azt mondom, Trippéje túl, akkor Évát ödik meg. Come on, Havi! Who's it gonna be? Your friend or your brother's lieutenant? Oh, come on! This is fucking stupid. You can't be serious. God damn you, Jill.
the right thing, Javi. How could you do this? Trip has to live. He's invaluable. Son of a bitch. Javi, what the fuck is wrong with you? You're not making David happy. But I respect you for sticking up for your own people. És Trippet fogja lelőni. Wait! I said Trip should live! You did, but there's something else you need to understand. Betrayal. You can't do this! Átvert. Fucking figures. I can do anything I want. Minden megtettem, amit akarok. Do it. You can... Megfizetsz. No! Tudtam. They really shot him. Tudtam. Tudtam. Now, David. Tudtam. Ugye, megmondtam, hogy azt fogja lőni, akit mondok. Annyira tudtam, hogy ezt fogja csinálni. Ezért is gondolkodtam sokat, úgy voltam vele, hogy igazából számítottam rá, hogy ez lesz. Ezért választottam Trippet, mert gondoltam, hogy le fogja lőni, inkább Éva ilyet úr. Csak így az a baj, hogy Éva dühös. Állíts meg őt, Clint! Ebben bízol? Nem. You know what's gonna happen here. Gondolkodj, Javi, tudod, hogy mi fog itt történni. Készen állsz rá? We don't murder in Richmond. We exile. Nem ölünk Richmondban. Mindig így csináljuk a dolgainkat. Mi lenne, hogyha fognád Davidet, az embereidet, és csak eltűnnél? Csak elmentél Richmond, elmennél Richmondból, aztán... She thinks she's sending us out there to die. She's counting on it. Everybody put your guns away. We're gonna handle this. Jó. Így is baj. Mi van? Don't listen to them, Javi. They're fucking butchers, all of them. Shoot that bitch. Take her out. Le kell lőnünk. Lőd le, lőd le, lőd le. Ez az. Szedd már le. Lőjük le a kötelet, de miért nem lövöd le a kötelet, te gyökérrépa? Lőd már le a kötelet! Jobbra, 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 a kukába, hallod? Úgy, úgy! Kuk! Bum, biacs! Nyakba! Föl! Csináld már! Lőd már le! E! Biacs! Na, jó, gyerünk! Vágd le a kötelet, vágd le a kötelet, vágd le a kötelet! Oké! David túlélte! Wow. Jó, Éva megmenekült, ahogy szerettem volna. Son of a bitch! Get back here! Gabe, I need you to cover me. We gotta make things right. Jó, Gabe fogja őt fedezni. Okay. El kell mennünk innen. Segíts neki! Menjél, majd én egyedül intézkedek. Jújj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 
Választanunk kell. Clem! Oh, öt. Oké, okay, szép volt. We had a way out of this, Javi. Why did you have to go and shoot her? Shit, get down. De én nem bántam meg, hogy elüttem. Nem tudok most beszélni. Faja. Mennünk kell, Clem. De menj már ki innen. Le fognak lőni. Ó! De a Davidék hol vannak? Ne! Nee.
Ne! Oh God! Javi, you've got to get over there before. O büdös picsám! Kate! Vége az epizódnak, mi? Fogadjunk. Vannak olyan köcsögök. A bizony picsába. Fasza. Fasza. Nagyon fasza. Tehát meghalt két. Valószínű. Nagyon király. Igen, játékosok 51%-a. A játékosok 75%-a elmondta kétnek, hogy mit érez. A játékosok 55%-a trippet próbálta megmenteni. Az a baj, számítottam rá, hogy akit mondok, az fogja lelőni, nem az fogja megmenteni. Tehát tudtam, hogy Éva jobban fog kelleni, mint Tripp, mert ő vele úgyis összevesztem. Hú, de szoros. A játékosok 51%-a lelőtte Joent. Jó. Hagyjál már. Mi is onnan. Ez jó epizód volt. Eléggé brutális volt, de nagyon élveztem. Na szóval, epizód. És akkor majd jön az ötödik és egyben utolsó epizód. Hihetetlen, hogy már mindjárt vége a Season 3-nak, az közben, mint a most kezdtük volna csak el. Karácsonykor volt az első kettő. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és hogy mindig stay foxy. Miért nincsen? Mindig nem popált, nem kötünk bele mindenre. Jó, szerintem ennyi kajam, hogy elég lesz. Tehát ezeket mondjuk holnap reggel oda viszem. Elviszem, mert olyan még tök jó.